Köszöntöm a kedves nézőket a Latabár kávéházban vagyunk, ahol a következő rejtőzködő értékünket keressük, de hogy mik azok, az igazgatónőtől kérdezem, mert hogy itt rengeteg erekét látok például a Latabár családról is. Igen, valóban én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Hát valóban én azt mondhatom, hogy intézményünk egyik gyöngyszeme a Latabár kávéház, amely ugye nagyon sokan, főleg sátorai a újhelyiek, de a környékbeliek is tudják, hogy ez korábban a Gyöngyvirág kis vendéglő volt, a 80-as évek, szerintem még ott a 90-es években is. Aztán későbbiek folyamán került át a Művelődési Központ üzemeltetésébe, korábban művészkávézóként üzemelt, 2015-ben pedig egy teljes körű felújítást végeztünk itt a kávéház tekintetében, és akkor neveztük el az átadáskor, természetesen a Latabár dinasztia hozzájárulásával Latabár kávéháznak, hiszen mi is lehetne más egy Latabár színház és mozi mellett. A Latabár dinasztia az egyébként is, hát az története van itt Sátorai Újhelyben, hiszen ők is itt a Dériné színművésznő mellett többször felléptek a Latabár Árpád is, illetve Kálmán, és el kell mondanunk azt az érdekességet, hogy ugye az idősebb Latabár Árpád felesége például Sátorai Újhely volt, és a kisebbik gyermekük, az ifjabb Latabár Árpád pedig itt született Sátorai Újhelyben. Tehát nem véletlen, hogy itt mindenképpen ehhez a dinasztia nevéhez folyamodtunk a névválasztás kapcsán, és hát ugye el kell mondanom, hogy itt ez egy intézmény egységet alkotott a kávéház, és hát ahogy Dériné is mondta, hogy annó a 1800-as években Sátorai Újhely a magyar kultúra egyik otthona, fellegvára volt, és 2015-ben pedig, ahogy látjuk itt, egy teljes körű felújítást végeztünk. A színében, a színösszeállításában igyekeztünk a maga az intézmény főépületéhez igazodni, és hát itt látunk itt egy film jelenetet, ugye a Mágnás Miskából, ahol a két Latyi középpen Mészáros Ágival, ugye pont a vásárba vannak, és akik jönnek ide látogatóba, például Budapestről, tehát több olyan turistát, és a kolléganők is el tudnák mondani, hogy mennyire itt le vannak nyűgözve ennek a kialakítása kapcsán, és hát innentől kezdve gyűjtöttük a dinasztia erekéjét, amelyet kaptunk tőlük, vagy például itt mellettem 2015-ben, amikor adtuk át a kávéházat, akkor a Pécsen élő egyik Latabár leszármazottól kaptuk ezt ajándékba, úgyhogy arra törekedtünk, hogy ez egy ilyen kis kulturális helyiség is legyen, tehát ne csak a vendéglátás legyen a fő profil, hanem emellett különböző kisebb jellegű zenés összejöveteleket, íróolvasó találkozókat szervezünk, és hát látjuk azt, hogy a diákok, felnőttek, idősek, nyugdíjas klub tagjai nagy szeretettel jönnek ide. Kávéházat ki is telepítjük, amikor szabadtéri programjaink vannak, tehát ha így vehetjük, ez is egy rejtőzködő kincs nekünk, hiszen a kultúra, a vendéglátás, ez itt valamilyen módon ez itt összefügg. Köszönöm szépen. Kedves nézők, ha legközelebb a Latabár kávéházban járnak, akkor nézzenek alaposan körül, rengeteg érték van, ami talán szem előtt van, de mégis rejtőzködnek, úgyhogy érdemes egy kávé elfogyasztása mellett jobban megismerni a Latabár dinasztiát is, akár a képeken keresztül. És legközelebb is tartsanak velünk, hiszen kutatjuk, keressük tovább Sátorai Újhely rejtőzködő értékeit. Köszönjük, hogy ma velünk voltak, viszontlátásra! Mert nincsen lakat a számon, ha felkötnek se bánom, én megmondom, akármi is lesz. Néve, szép az élet, ha zajlik, addig fajtás se baj, míg a kis tüdőt lélegzetet vesz.